A református óvodában 108 kis óvodás kezdte meg a nevelési évet 4 óvodai csoportban. A református óvodában 108 kis diák, kis óvodás kezdte meg a nevelési évet 4 óvodai csoportban. A refi általánosban pedig 396 tanuló, 19 osztály és 9 napközis csoportban osztottuk szét az alsós gyerekeket, mert az alsóban igénylik a napközit, elsősorban a felsős szülők már nem. 50 elsős érkezett, akik 2 osztályban tanulnak. 50 elsős érkezett, 2 osztályban raktuk őket, nagyon vártuk és szeretettel fogadtuk őket. Izgatottan várták a gyerekeket. Én is átmentem, és azt láttam, hogy a szülők is egy kicsit izgulnak, és hát a gyerekek is, akik még tulajdonképpen óvodások, hát bennük is, bennük volt egy kis félsz, amit a tanítónénik nagy szeretettel próbálnak feloldani. Az idei tanévben a legnagyobbakra igencsak nehéz tanév vár, sok döntés kell meghozniuk. A 8. évfolyamon 2023. június 10-én 2 osztály fog ballagni 46 fővel. Hát ők a nagyok. Nekik már lassan az egyik lábuk kint van az iskolában, gondolkodnak a továbbtanuláson, és beszélgettek arról az osztályfőnökökkel, egyébként mind a 2 osztályú nagyon jó képességű, hogy igen, igen, rá kell hajtani. A félévi eredmény a továbbtanulás szempontjából nagyon számít, és az egyik osztályunk abban gondolkodik, hogy szeretné majd megpályázni a javítottunk egy jegyet, pályázatot, ami tavaly eredményesen zárult. A tankönyveket időben megkapták. Minden tankönyvet hiánytalanul megkaptunk, a szülők a tankönyvet átvették, szépen úgy, ahogy kell, befették, ellátták névjegy kártyával. A szakos ellátottság az iskolában megoldott. A szakos ellátottságunk iskolánkban megoldott. Jelen pillanatban egy tanítói üres álláshelyünk van. Egyébként 29 fő a tantestület létszáma, tehát itt az iskolánkban pedagógus hiányról még nem beszélhetünk.